A Városháza dísztermében tartott Magyar Kultúra napi ünnepségen részt vett F. Kovács Sándor, városunk és térségünk országgyűlési képviselője, Huba Imre, a Jász-Nagykun Szolnok vármegyei közgyűlés elnöke, Szepesi Tibor polgármester, Sári Kovács Szilvia alpolgármester, Rózsa Sándor jegyző és Szele Király Andrea, a karcagi járási hivatal vezetője is. A megjelent vendégeket Kunné Nánási Mónika, a Dériné Kulturális Központ megbízott igazgatója köszöntőbeszédében elhangzott, hogy a Magyar Kultúra Napját 1989 óta ünnepeljük meg, január 22-én, annak emlékére, hogy a Nemzeti Múzeumban őrzött kézirat tanúsága szerint Kölcsey Ferenc 200 évvel ezelőtt 1823-ban ezen a napon tisztázta le egy nagyobb kézirat csomag részeként, és jelölte meg dátummal csekén a himnuszt. Kölcseinek, ahogy országépítő kortársainak, Gróf Széchenyi Istvánnak, Veselényi Miklósnak, Deák Ferencnek, Klauzál Gábornak, vagy épp Kossuth Lajosnak is ugyanaz a szilárd elhatározása volt, feltépni a Magyarországot, a magyar nemzetet gúzsba kötő feudalista rendszer gyökereit. Majd a társadalmi különbségek lebontásával elindítani a nemzetet a felemelkedés, a modernizáció és a polgárosodás útján. A reformkorban fújó új szelek egyszerre korvácsolták fel az értelmet és a nemzeti érzelmeket. Az ország felemelkedése ugyanakkor elképzelhetetlen lett volna a magyar nyelv és a kultúra felvirágoztatása nélkül. Ahogy államnyelvé válhatott a magyar nyelv, a nyelvújítás folyamata közben nemzeti kultúránk máig tartó virágzásnak indult, mivel költőink, íróink, zeneszerzőink végre mind magyar nyelven alkothattak. Hazatérve a Nagykunságba, Karcagra, látható, hogy a vele együtt minden egyes Nagykun település magán viseli a Nagykunság kulturális értékeinek jegyeit. Karcag valóban különleges város. Fővároshoz méltó módon múltja is, jelene is messze túlmutat és felülemelkedik egy átlagos alföldi városon. Olyan település, ahol évszázadok alatt forrott egységes egészé az ezer éves magyar kultúra és a kunok által hozott lovas, nomád kultúra. Egy olyan erős, tradíciókkal, hagyományokkal rendelkező település számára, mint Karcag, az év mind a 365 napja ünnep. Hiszen ez a város a szellemi kincseit, kulturális örökségét egész évben magával hordozza, és a település dinamikus fejlődésével egy időben az is világosan látszik, hogy a globalizáció hatásainak ellenére még inkább felerősödött az itt élőkben a hagyománytisztelet, a helyi értékek, a nagykunsági, benne a karcagi identitás jegyek megőrzése és felmutatása iránti igény. A Jász-Nagykun Szolnok vármegyei értéktárban már szinte a kezdetektől fogva ott szerepel a karcagi gasztrokultúra, a birkapörkölt és mellette a karcagi Ferdinánd, a kunhímzés motivumai és azoknak a karcagi keletkutatóknak az életműve is, akik származásunk gyökereit kutatták. És jól tudjuk, hogy van, ami már hungarikummá vált ezek közül, a történelmünket, őseink hagyományait, a családi, baráti, társasági összejövetelek nélkülözhetetlen hangulatát, illatát és ízét adja a karcagi birkapörkölt, melynek féltveőrzött receptje évszázadok óta apáról fiúra, anyáról leányra száll. Tele még a tarsolyunk a múlt örökségével, ám itt Karcagon sokan dolgoznak azon is, hogy ez az egyedi történelmi örökség, a kun hagyományőrzés, amelynek lenyomatait lépten nyomon tetten érhetjük kultúránkban, fennmaradjon, és mind az építészetünkben, a képzőművészetünkben, a népművészetünkben, a népzenében és néptáncunkban, vagy a gasztronómiánkban a jövő nemzedékeire, generációira, gyermekeinknek tovább tudjuk adni. Nagyon bízom abban, hogy az Erzsébet-ligetben épülő pavilon a nagykunok egyedi kulturális örökségének bemutatása és a kapcsolódó szolgáltatások megvalósítása révén jól szolgálja majd a térséget, tovább erősíti a kulturális turizmust, ezáltal a helyi gazdaság fejlődését is.
Tudom, látom és tapasztalom, hogy F. Kovács Sándor, országgyűlési képviselő úr mellett dr. Fazekas Sándor, országgyűlési képviselő úr, valamint a város vezetése élén Szepesi Tibor polgármester úrral, az önkormányzati képviselőkkel, a Dériné, a Györfi István Nagykúrmúzeum, valamint a polgármesteri hivatal munkatársaival, a helytörténészekkel, kutatókkal, civilekkel és az itt élő lokálpatrióta lakosokkal milyen sokat tesznek azért, hogy ez a történelmi, kulturális örökség fennmaradjon, gyarapodjon, és a város a jászkunság vérkeringésének egyik legpózáróbb belőle maradjon. Minden elismerésem azoknak, akik az elért eredményeknek köszönhetően ma itt elismerésben, díjazásban részesülnek. Az ünnepi beszéd után a Szolnoki Szimfonikus Zenekar vonós együttesének ünnepi műsora hangzott el. Versmondással közreműködött Finta Zoltán. 1993 óta a Magyar Kultúra Napja tiszteletére rendezett ünnepségek keretében tüntetik ki a pedagógusokat. Karcagváros önkormányzat képviselőtestületének döntése értelmében 2017-től a Karcagváros kultúrájáért és a Karcagváros sportjáért kitüntető díjak átadására is e jeles nap tiszteletére szervezett ünnepség keretében kerül sor. A Karcagvárosi Önkormányzat képviselőtestülete a Karcagváros kultúrájáért díjat a város érdekében végzett kiemelkedő nevelő oktató munka elismeréseként Nagy Tibornénak, a Madarász Imre Egyesített Óvoda óvodapedagógusa, intézményvezető helyettesének adományozta. A díjat Szepesi Tibor polgármester adta át részére, majd a kollégák és az óvodások nevében Balajtiné Sütő Margit általános intézményvezető helyettes köszöntötte. A Karcagvárosi Önkormányzat képviselőtestülete a Karcagváros kultúrájáért díjat a város érdekében végzett kiemelkedő nevelő oktató munka elismeréseként adományozta Házi Sárai Máriának, a Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolai Tagintézménye pedagógusának. A kitüntetést Szepesi Tibor polgármester adta át. A kitüntetettet a kollégák nevében Kisné Sós Ágnes, a Karcagi Tankerületi Központ szakmai igazgatóhelyettese és Plósz Csilla Margit intézményvezető köszöntötte. A Karcagvárosi Önkormányzat képviselőtestülete a Karcagváros kultúrájáért díjat a város érdekében végzett kiemelkedő nevelő oktató munka elismeréseként Birizló Csabának, a Györfi István Katolikus Általános Iskola és Szent Erzsébet óvoda pedagógusának adományozta. Az elismerést Szepesi Tibor polgármester adta át. A kollégák nevében Kovács Miklósné igazgató és Gulyás Zsolt érseki tanácsos, plébános, az iskola lelki vezetője gratulált. A Karcagvárosi Önkormányzat képviselőtestülete a város működése, művészeti élete érdekében végzett kimagasló munkájának elismeréseként a Karcagváros kultúrájáért díjat adományozta Barkóczi Zoltán előadó művésznek. A kitüntetést Szepesi Tibor polgármester adta át. A művészt köszöntötte Karcagi Nagy Zoltán önkormányzati képviselő. A Karcagvárosi Önkormányzat képviselőtestülete a Karcagváros sportjáért díjat González Il Lussa Jordi testvérnek, a Szent Pál Marista Általános Iskola munkatársának adományozta. A kitüntetést Szepesi Tibor polgármester adta át. A kollégák nevében Dánielné Kacsó Andrea igazgató köszöntötte a díjazottat. A Magyar Kultúra Napja alkalmából az Emberi Erőforrások minisztere pedagógus szolgálati emlékérmet adományozott Csinátné Bakó Évának, a Györfi István Katolikus Általános Iskola és Szent Erzsébet óvoda pedagógusának. Az elismerést Szepesi Tibor polgármester adta át, a kollégák nevében Kovács Miklósné igazgató és Gulyás Zsolt érseki tanácsos, plébános, az iskola lelki vezetője gratulált. A Magyar Kultúra Napja alkalmából szervezett ünnepség a szózat eléneklésével ért véget. Zongorán kísért Koppány Mária előadó művész.